150 ezer forinttal lépett le az a férfi, aki előtte elhitette a nővel, hogy szereti, és közös életet tervez vele. Kun Szent Miklóson történt a megdöbbentő eset, ahol egy nő azért tett feljelentést, mert egy férfi, akit egy társkereső oldalon ismert meg, csaló módon eltulajdonított tőle 150 ezer forintot. A férfi politikusnak adta ki magát a nőnek, mivel neve teljes egészében megegyezett egy ismert politikuséval. A férfi elhitette a nővel, hogy beleszeretett, és vele képzeli el az életét, ez azonban csak álmítás volt. Azt hazudta a nőnek, hogy Floridában képzeli el vele a közös életét, a vízumhoz azonban szüksége lenne egy kis pénzre. A nő át is utalta a férfinak a pénzt, aki utána felszívódott a férfit, nem sokkal később megtalálta a rendőrség. Az esettel ezentúl az ügyészség foglalkozik.